Köszöntelek, Jónás Zsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati tréner pedagógus, valamint a Life Numbers életút elemző módszernek a megalkotója. Ebben a mai videóban egy általam meghallgatott előadásról, egy másik videóról szeretnék nektek egy kicsit beszélni, és egy-két nagyon fontos dologra felhívna a figyelmeteket. Ez a videó az ez itt a kérdés stúdiójában készült, ami arról szól, hogy a WHO milyen új törvénytervezetet vagy milyen új javaslatokat akar elfogadtatni a tagállamaival, illetve hogy miért tiltakoznak olyan sokan, illetve hát sokan, ez relatív, ez a sok megnevezés. Hogy miért tiltakoznak ezen az új javaslat ellen az emberek, illetve, hogy jövőre, tehát 2024. májusában miért akarják ezt a tervezetet megvétózni, vagy vagy mi az, ami ellen egyáltalán, amivel egyáltalán nem értenek egyet, és hogy amivel nem értenek egyet az emberek, az öm, valóban benne van e ebben a tervezetben. Először is arról szeretnék beszélni, hogy ugye ebbe az Ez itt a kérdés stúdiójában öt bölcsember gyűlt össze. Meg lehet nézni ezt a videót, be fogom linkelni az én videóm alá az elérhetési lehetőséget. Tehát meg lehet nézni a videót, meg lehet hallgatni, és le lehet vonni belőle a következtetést. Én amikor meghallgattam, akkor óriási kérdőjelek maradtak a fejemben, a gondolataimban, mert egy olyan, ö, nem a téma az, ami felháborított igazából, hanem az, a, az ami ott elhangzott. Tehát a, a, a bölcs embereknek a hozzászólásai azok, amik nagyon-nagyon felháborítottak, illetve nagyon elgondolkoztattak, hogy miért kell olyan embereknek kiállni, országvilág elé, és elmondani a ö, saját sületlen véleményüket, ami, ami egyáltalán nem úgy van, ahogy elmondják, és hogy ebben az egész WHO kérdésben, meg az egész koronavírus kérdésben, ö, micsoda óriási nagy kagyvaszt, és ö, összevis, visszaságot ültettek el a, a fejünkben, vagy próbálnak folyamatosan elültetni a fejünkben. Ö, nézzük meg, hogy mi az, ami nagyon aggasztja az embereket a WHO új javaslatával, új tervezetével kapcsolatban? Először is azt meg kell érteni, hogy ez a tervezet, ez a javaslat, ez nem. Tehát ez még nem elkészült, ez nem végleges, ez nincs lefixálva, ez azért van közreadva és azért van lehetőség arra, hogy különféle társadalmi viták és megbeszélések, megbeszélések erről a tervezetről, javaslatról, hogy majd annak idején, amikor a tagállamok vezetőinek le kell ahhoz a bizonyos közös asztalhoz, és meg kell beszélni, hogy mit fogadnak el ebből a tervezetből, akkor képbe legyenek ezek a vezetők azzal kapcsolatban, hogy a saját népük, a saját országuk lakói miről hogy vélekednek, esetleg mi a félelmük, mi az, ami gondot okoz nekik. Tehát nem azért teszik közzé a WHO, meg a, a világgazdaság a maga program, tehát tervezett programját, vagy javaslatát, inkább mondjuk így, hogy javaslatot, mert ez még nem, nem program, ez csak egy tervezet, hogy, hogy igenis másokat is meg akar kérdezni. Tehát röhely az, amikor arról van szó, hogy de ezt már közé teszik, és ezt már nyilvánosan megteszik. Ugyanakkor a nagyokos emberek azt mondják, hogy de miért nem folyt sok mindenről korábban nyílt társadalmi vita. Most itt a lehetőség, van rá lehetőség arra, hogy gondolkodjunk, van rá lehetőség arra, hogy a pontos szövegtervezetet megnézzük, hogy elmélkedjünk rajta, hogy esetleg a véleményünket valamilyen úton, módon kifejezhessük, elmondhassuk, és majd annak idején, amikor szükség van rá, akkor majd a vezetőink ezeket a véleményeket megfelelő módon tudják majd tanár, tolmácsolni annál a bizonyos tárgyalóasztalnál. Tehát a WHO-val kapcsolatban először is, amivel mindenki nagy-nagy szeretettel jön, ez a finanszírozása, hogy ki fizeti, miből fizeti, honnan fizeti. Ugye ez a 194-195 tagállam fizet bizonyos tagdíjat a WHO-nak a fenntartására, és a többit, mivel ez egy nagyon kevés összeg, egyrészt fizeti Amerika, másrészt pedig magán magánalapítványok, illetve magánemberek, azok, akik támogatják a WHO-nak a, a működését. És ugye itt felmerül a kérdés az, hogy miért engedik meg, hogy magánemberek támogassák, mert hogy akkor majd micsoda nagy beleszólások lesz bizonyos ügyekben, meg államügyekben, meg államirányításokban, meg egyebekbe. Ha a magánemberek nem támogatnák, úgymond a filantróp gazdag emberek nem támogatnák ezeket a szervezeteket, akkor nagyon-nagyon sok minden nem működne ezen a világon. Azt nem akarjuk megérteni, hogy annak ellenére, hogy minden embernek vannak hibái, minden embernek vannak ö, olyan ö, tudatszintű megnyilvánulásai, ami nem mindig a legmagasabb tudatszintet ö, tükrözi, de ennek ellenére azért az emberekben mégis ott van a, a jó szándék, ott van az altruizmus, ott van az, hogy segíteni a másikon, hogy olyan világcélokat támogatni, ami ami közérdek, és ugye itt felmerül a szolidaritás kérdése, felmerül az, hogy hogy ezek az úgymond filantróp gazdag emberek, ezek a szolidáris emberek, most ezt a szolidaritást ők ö, mire használják fel? Na most, ha valaki a szolidaritását, az altruizmusát, az adakozását, az adományait arra akarja felhasználni, vagy arra használja fel, hogy ő ö, uralkodjon, meg mindenhol, ö, mindenbe beleszóljon, akkor, akkor az egyrészt nem adomány, az megvásárlás, az egy üzlet, és saját laikus felfogásom szerint, ha én üzletet kötök valakivel, akkor az törvényben, papíron, jogilag rögzítem és rendezem. Na most, hogyha valaki adakozik valakinek, vagy valamilyen szervezetnek, Valaminek a működtetését próbálja megtámogatni, akkor gondolom, hogy az adakozásnál nem azt fogják a papírra rögzíteni, hogy az illető milyen módon fog különféle jogokat gyakorolni annál a szervezetnél, vagy milyen előjogokra tart igényt, hanem azt rögzítik benne, hogy kitől származott az adomány, mennyi jött be ebből az adományból is magát, az adományt milyen célokra kell ö, fordítani. Nagyon sok embernél ez is ö, nagy gondot jelent, hogy de azok az adakozó emberek megszabják, hogy milyen célokra fordítsák az adományaikat. Én úgy gondolom, hogy ez egy helyes dolog, mert hogyha csak úgy bedobjuk a kasszába a pénzt, és majd csináljátok vele, amit akartok, akkor ö, az annak a pénznek nincs igazán értéke. Tehát attól van annak a pénznek értéke, hogy ha lesz egy cél is, ami mögötte áll. Lesz egy cél, hogy erre meg erre használhatom, ennek meg ennek adhatok belőle, vagy, vagy ilyen meg ilyen kutatásokat be kell belőle finanszíroznom, és milyen eredményeket kell felmutatnom, vagy mennyi időn belül kell eredményeket felmutatnom. Tehát számomra ez így értelmezhetetlen, hogy most meghatározott célokra ö, adják az emberek az adományukat, hiszen itt Magyarországon is ugye az adó 1%-át mindenki meghatározhatja saját magának, hogy kinek, milyen szervezetnek, melyik egyháznak, ö, milyen alapítványba, milyen nem tudom én mibe adja oda. Tehát, hogyha ezt mi simán odaadhatjuk, mert ott van, hogy a mentősöknek, a, tehát a, a mentők részére ilyen meg ilyen, nem tudom milyen gyűjtésbe adom be a pénzemet, akkor azt az eszközt fogják belőle megvásárolni. Na most, hogyha ez a WHO-nál úgymond gondot jelent, vagyis hogy embereknek ez gond, hogy a who és adományukat célzottan használják fel, akkor nem értem, hogy miért nem jelent gondot, mondjuk az adónk 1%-ának a célzott odaadása. Aztán Ugye itt felmerülnek nevek, hogy Bill Gates, meg ilyen-olyan nagy, ö, nem tudom én milyen gyógyszergyárak, meg, meg egyebek, akik ö, ö, adnak a működtetésbe, és hogy, hogy ö, ö, ezek, tehát ugye, hogy, hogy ez, ez, mennyire rossz, mert ö, tehát ezt, ezt sem értem igazán, hogy azok, miért, miért rossz az, hogyha egyszer van rá lehetősége valakinek, vagy egy, egy, szervezetnek, vagy egy, egy, gyárnak, egy üzemnek arra, hogy, hogy adjon és támogasson valamit, ami jó, akkor azt csak azért, mert mondjuk ő egy magánszemély, ezt miért nem... Miért látják ezt rossznak, hogy mondjuk egy magánszemély támogat egy szervezetet, vagy valamilyen ügyet? És itt ezen a beszélgetésen, ami az Ez itt a kérdés stúdiójában folyt le, elhangzott egy olyan megalapítás, hogy, hogy igazából a szolidaritás az, az, egy önkorlátozás. Egy önkorlátozásnak az elviselése, hogy másokat segítsek. Tehát aki ilyen alapokon indul el, hogy segítek másokon, de az nekem egy óriási önkorlátozás, és maga az adakozással Kell, tehát magamat fogom korlátozni, és nekem az micsoda nagy ö, erőfeszítésembe kerül, hogy én másokat segítsek, akkor nem kell adni. Tehát akinek a, a szolidaritás az egy önkorlátozást jelent, és nem örömmel, és nem szívelélekkel adja, és nem érzi azt, hogy nem vettek el tőle semmit, hanem ő adhatott és kapott érte hálát, örömöt, Eredményt más embereknek a, a, az életében segíthetett. Tehát, hogyha nem ez vezérli valakinek a, az adakozását vagy a, a, az adományát, akkor az én úgy gondolom, hogy ez az ember ne adjon, vagy ez a szervezet ne adjon, hogyha ez neki olyan nagy, mérhetetlen, nagy önkorlátozást jelent. Tehát öm, ez számomra, ez a rész is egy felháborító rész volt ebből a beszélgetésből. Aztán ott volt még az WHO-nál, hogy miért nem akarják ezt az új tervezetet, mert hogy ugye, majd irányítani fogják a, a, az államokat, meg majd meghatározzák, hogy mikor van pandémia, mikor van járvány, meg már előre kijelentették, hogy pandémia lesz, holott nem ez van a, szövegben benne, hanem az, hogy várhatóak a járványok. Tehát lehetnek még különféle járványok, mint ahogy eddig is volt a történelemben rengeteg járvány, és ezekre a járványokra úgy kell felkészülni, hogy globálisan mindenki, minden ország tudjon készülni rá a különféle járványokra, kutatásokra, járványfelderítésbe, öm, aztán a gyógyításba, orvoslásba, a gyógyászati eszközöknek, gyógyszereknek, vakcináknak az előállításába, hogy a kutatási anyagokat osszák meg egymással az országok, hogy gyors legyen közöttük az információ. Nem az a lényeg itt, hogy, hogy majd a WHO mindenkire, minden országra ráteszi a kezét, és majd ott, mit tudom én, kicsodák elkezdenek majd irányítgatni, hanem itt az a lényeg, hogy az megtanulni az országoknak, az államoknak együttműködni. Együttműködni akkor, amikor olyan baj van, olyan járvány sújtja a világot, ami mindenhová kiterjed. Most, ha valahol van egy lokális járvány, egy helyi járvány, egy faluban van egy himlő járvány, az óvodában meg az iskolában, az még nem lesz pandémia. De azt a járványt is be kell jelenteni, azt is kezelni kell a helyi orvosnak, kezelni kell a, a helyi kórháznak, vagy az egészségügyi dolgozóknak. Tehát ezekre is fel kell készülni, azokra is, amire már van oltóanyag, meg van megerőzési lehetőség, vagy hatáscsökkentő mechanizmus, meg azokra is készülni kell, ami, ami, mi, amivel még nem találkoztunk igazából. És én úgy látom, hogy, hogy sokan nem úgy mondanám, hogy alaptalanul félnek ezektől a dolgoktól, hanem egyszerűen belénk van súlykolva ez, hogy nemzetek feletti irányítás, aztán hatalom, hatalommal való felruházás, döntenek helyettünk, pandémia lesz, nem mi fogunk dönteni. Én azt mondom, hogy jaj, hál' Istennek, örülök neki, hogy ne olyan emberek döntsenek, akik abszolút nem értenek semmihez, illetve nem ezt mondom, hogy semmihez, de nem értenek ezekhez a dolgokhoz. Csak azért, mert megkérdezik a véleményüket, attól még nem lesznek szakemberek kivétel ott a beszélgetésen, akinek azért ehhez egészségügyi és egyéb végzettsége van. És ugye vannak, akik itt nagyon szépen belemossák azt, hogy az, hogy, hogy nem mi fogunk dönteni dolgokba, hogy az elnyomó szerveink felett is átveszik a hatalmat, a rendőrség meg a hadsereg felett, és ez is elgondolkodható, hogy hogy vannak emberek, akik így gondolkodnak, hogy a rendőrség meg a, a, a hadsereg például elnyomó szerv, azért kell, hogy elnyomjanak. Akkor milyen ö, országban élünk? Vagy egyáltalán ők ö, ö, hogy gondolkodnak erről, hogy mi a feladata a rendőrségnek és a, a hadseregnek? És ezeket azért mondom, mert nagyon sokszor esik szó arról, hogy értékrendet adunk át, mintát mutatunk, Példát adunk, úgy neveljük a gyermekeinket, hogy majd ők is a, az értékeket átadják. Igen, de akinek ilyen megnyilvánulásai vannak, hogy a szolidaritás az önkorlátozás, hogy el kell viselni az önkorlátozást, meg hogy a, a, a hadsereg, meg a rendőrség az egy elnyomó szervezet, meg, meg hogy, hogy nem értik, hogy a. a Miért kell bevonni a kutatásba például egy járványnál az állatvilágot, a növényvilágot, hogy globálisan nézne a dolgokat? Mert nem mindegy, hogy a vírus honnan származik, mitől, kitől származik, vagy mondjuk az állatvilágban ugyanazt a vírust egy faj hogyan küzdi le, vagy a, a bárhonnan jön az a, az a vírus, vagy ez a fertőzés, és hogy, hogy mennyit kell költeni a zöld programra, hova kell beruházni, mibe kell befektetni. Tehát nem az, tehát az ilyen embernek az az érték, hogy állandóan azt nézem, mennyi pénz marad a zsebembe. Hogy állandóan azt nézem, hogy na majd a zsebünk meg fogja mutatni, hogy emelkedik a tejára, meg a marahúsára. Ez is nagyon fontos. De az is nagyon fontos, hogy, hogy ne legyen járvány. Az is nagyon fontos, hogyha valami felüti a fejét, minél hamarabb, minél hatékonyabban tudjuk kezelni mert az elhúzódó válságok azok nem jók. Az senkinek sem jó. Egészségügyileg sem, idegrendszerileg sem, fizikailag sem, gazdaságilag sem, sehogy nem jók. Tehát minél olajozottabban, csiszoltabban, minél együttműködőbben tudnak az országok, az államok egymással adatokat megosztani, információt, kutatási eredményt, az mindenkinek a javára válik, de ez nem azt jelenti, hogy majd akkor elkezdik rólunk gyűjtögetni a, az ilyen-olyan adatokat, és a, a majd különféle rendszerekbe, meg, meg mindenfélébe majd ezeket beviszik, és akkor majd uralkodni fognak rajtunk. Az információszerzés a, ennél a javaslatnál, tehát a WHO-nak a, a, az előterjesztett javaslatai alapján, az elsősorban arra vonatkozik, hogy minél hamarabb jelentsék az országok, hogyha valahol nagy kiterjedésű járványok vannak, hogy lehessen egyeztetni, hogy, hogy lehessen odafigyelni, hogy most szükséges a határok lezárása, milyen intézkedéseket kell tenni, valamelyik országnak van rá megfelelő gyógymódja, akkor azt el tudja juttatni az adott helyre, a fertőzött területre. Tehát ez a széleskörű összefogás amit itt sajnos Magyarországon, meg nagyon sokan a világban úgy értelmeznek, hogy, hogy uralkodni akarnak rajtunk. Tehát ez a, ez a globális szó, ez annyira sok embernek nem tetszik. Azért nem tetszik, mert én azt tapasztalom, hogy a globalitás azt jelenti, hogy ne csak a saját csökönyös kis önző érdekünket nézzük, hanem nézzünk, nagyobb perspektívában, nagyobb távlatba, hogy nézzük közösségi szinten, társadalmi szinten, országos szinten, nézzük világszinten a dolgokat. Tehát attól, hogy van egy ország határunk, attól, hogy van egy nemzeti kultúránk, van egy nemzeti nyelvünk, vannak törvényeink, attól, ez még, attól még együtt lehet működni más országokkal. Nekik is megvan a határok, törvényük, megvan a kultúrájuk, a nyelvük, szokásrendszerük. Ez nem azt jelenti, hogy akkor beavatkozok a másik országnak a, a dolgaiba, hanem ami együtt érinti az országokat, mint ami volt ugye a, a COVID-járvány is, hogy arra nem lehet csak elszigetelten ö, válaszolni, vagy elszigetelten megküzdeni. Mert ha valahon engedik, hogy az emberek utazzanak, és, és szétviszik a világba a vírust, Valahol ugye lezárják a határokat, de akik mennének, azok fel vannak háborodva. Tehát ilyen szempontból kell összefogni, ilyen szempontból van ebbe az új tervezetbe nagyon-nagyon sok olyan javaslat, ami eddig nem volt benne. És ugye ezen is fel vannak háborodva, hogy miért nem működik úgy a WHO továbbra is, mint ahogy a pandémia előtt működött. Hát csókolom, azért nem működik úgy, mert akkor még nem volt pandémia. Most van pandémia, illetve volt pandémia, tehát most már ennek a, a következményeit is számba kell venni. Tehát, hogyha én egyszer ö, leesek a lépcsőn, mert nincs korlát, amiben megkapaszkodjak, akkor el kell gondolkoznom rajta, hogy kell egy korlát. Mert legközelebb lehet, hogy még nagyobbat fogok esni. Vagy nem csak én, hanem többen fogunk majd elesni. Tehát ha már történik valami, akkor ott már nem igaz, hogy úgy lehet csinálni mindent, ahogy addig volt. És azok, akik ezt mondják, hogy, hogy működjön úgy a WHO, mint eddig volt, ne változtasson semmit. Igazából azok borzasztó, maradén, nagyon rugalmatlan, merev, változásképtelen emberek. És ez is egy értékátadás. Ez is egy értékátadás a gyermekünknek, hogy, egy, egy arra való ö, irányítása a következő nemzedéknek, hogy, jaj, nehogy változtass. Minden úgy maradjon, ahogy öreg anyád meg öreg, öreg apád meghatározta. Nehogy változtass, mert akkor gond lesz, meg baj lesz. Hány olyan ö, házat, lakást látunk, hogy kihaltak az öregek, és ugye. Ö, szinte meghagyták a fiataloknak, hogy de úgy kezeljétek a házamat, mint a múzeumot, hogy, hogy minden ott maradjon ennyi, meg annyi évig, meg így, meg úgy, és akkor minden tönkre megy, minden gajra megy, minden semmivé válik. Miért? Mert változatlan. Az élet nem változatlan, az élet az halad, az, az megy. Annak a lentebbi alapokról mindig feljebb, feljebb, feljebb kell menni, és mindig fejlődni kell, mindig tágulni kell, szélesedni kell, nagyobb látókörűnek kell lenni, nagyobb információval, több információval kell rendelkezni. Tehát ez a, ez a homokba dugom a fejem, ez a, ez a ózsdi régi felfogás, hogy csak így lehet, mert anyám, apám is így csinálta. De lehet, hogy az ő idejükben nem volt járvány. Lehet, hogy az ő idejükben nagyon sok minden nem volt, ami most van. Vagy ami ezután jönni fog. Tehát nem lehet 200-300 évvel visszamenőleg élni gondolatban, amikor most vagyunk. Mindig a mostani ö, helyzethez kell alkalmazkodnunk. És ö, ugye itt a, a, ugye ebbe a műsorba, a beszélgetésbe ugye ö, hoztak fel különféle neveket, meg szóba került, hogy ugyan kik ö, irányítják ezeket, meg ö, hogy merre-meddig. És ö, ö, hol ezt az embert nevezik megfelelősnek, hol a másik embert, hol összemossák a WHO-t a, WHO a világgazdasági fórummal, vagy a WHO vezetőjét a világgazdasági fórum vezetőjével. Tehát valakire mindig rá kell fogni, hogy hibás. Miért? Azért, mert a mostani valós hibások csak úgy tudnak elbújni, hogyha ö, valaki nagy mögé, beállnak, és az a nagy eltakarja őket, és akkor a nagyot lehet hibáztatni, hogy ők mert ők meg ők, és azok, akik ténylegesen részt vettek a, a pocsék dolgokban, azok szépen ott a háttérben meg tudnak bújni. És én azt láttam ebből a beszélgetésből, és azt szűrtem le, hogy nagyon nem szeretik az olyan embereket, akik akik megnézik az eredeti dolgokat. Tehát akik szakemberek például nem szeretik az olyanokat, akik kimondják az igazságot, vagy azt mondják, hogy uraim, hát önök nem szakértők, politológus, meg közgazdász, meg nem tudom én micsoda, nem egészségügyi szakértők. És olyan, olyanba akarnak véleményt mondani, vagy olyanba akarnak szakirányú dolgokat mondani, ami, amire nem képesítettek. Tehát ugye elhangzott az, hogy, hogy például ilyen butasság, hogy a, 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 koronavírus az, az egy influenza vírusra ráhúzott dolog, és ezt el is olvasom nektek, mert bizonyos részeket ki is jegyzeteltem, mert borzasztó kétértelmű, meg sokértelmű, meg bolzasztó egy zagyvaság van benne. Tehát ugye arról van szó, hogy a, a koronavírus az az influenza vírusra van ráhúzva, és így mondta a Bedő Imre, hogy beláthatatlan dolgokra tesznek rá embereket megölő dolgokat, influenza vírusokat felruháznak halálos tüdőgyulladást okozó tüskefehérje mindenféle mellékhatásának az őrületével. Tehát az influenza vírusokat felruházzák, halálos tüdőgyulladást okozó, tüskefehérje mindenféle mellékhatásának az őrületével. És amikor a virológus azt mondta, a vírus szakértő, hogy az influenza vírus kifejezetten erre nem alkalmas, hogy koronavírus legyen belőle, akkor az volt a, a bedőimre válasza, hogy azzal a szakértelemmel, amivel a professzor úr itt ül, az, azzal el lehetetleníti, megpróbálja ellehetetleníteni az itt ülő embereket. Tehát megpróbál bennünket ellehetetleníteni. És amikor az volt a, 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 a virológusnak a válasza, hogy sok álhír, téves statisztika van, és akik ebben érdekeltek, azok felerősítik a hatások jelentőségét, a számokat, veszélyes kielentéseket tesznek a felszínes hozzánemértéssel. És uh, itt már rögtön jött az, hogy de mi nem vagyunk WHO ellenesek, meg nem így, meg nem úgy, de iszonyatos nagy uh, butaságokat tudnak emberek terjeszteni, és ez mostanában annyira nagyon uh, felkapott, hogy mindenki szakértőjévé válik mindennek, és hogy, hogy majd megmutatjuk, hogy persze, és, és, mit terjesztenek ebben a világban. Félelmet, szorongást, ne bízz senkiben, ne hidd el, amit mondanak, ne nézz utána, majd mi megmondjuk, mert mi vagyunk a pöpecek, mi tudjuk, hogy hogy van, és akkor hú, az, az biztos, hogy szuper, ahogy ott elhangzanak a dolgok. De azt nem nézzük meg, hogy kik mondják ezeket, illetve mihez értenek, mi a felfogásuk, mi a lelki betegségük, mi a, mi a, a pszichész zavaruk, hogy következetesen paranoid félelmeket próbálnak az emberekbe elültetni. És azt, hogy, hogy hogy senki nem akarhat neked jót, csak csak mi. Majd mi megmondjuk, mert a mi értékeink. És... Vannak nagyon érdekes dolgok, mert hogyha ha, ö, több videót is az ember összehallgat, és ö, megpróbálja szépen összerakni egymás után a, a dolgokat, akkor akkor igazán nagyon furcsa és érdekes ö, ö, felütések jönnek. És itt a, ezzel a vírussal kapcsolatban is, ugye, ami itt a WHO kapcsán elhangzott, hogy pandémia, meg COVID, meg, meg ö, honnan származik a COVID, meg. Meg volt ö, egy másik videóban egy ilyen ö, kérdés, vagyis egy ilyen ö, mondat, hogy vajon miért terjed jobban a Covid éjjel? És ez volt a nagyon-nagyon bölcs válasz rá, hogy ö, figyeljetek nagyon jó, mert igazából a mai napig nem értem ezt a választ, de ez a válasz, miért terjed jobban a Covid éjjel? Éjjel nem lehetett hazamenni a munkahelyről, vagy elmenni bárhová. A szórakozó helyek rég zárva voltak. Mégse lehetett éjszaka kiárási tilalom. Miért? Nem is lehetett kiárni az utcára. A normális emberek zöme ilyenkor alszik. A szórakozó helyek eleve zárva voltak. Értjük ezt? Hát igazából nem értjük, mert most miért, miért terjedt akkor éjszaka jobban a vírus? illetve egyáltalán terjedte jobban éjszaka a vírus, vagy azért terjedt, mert nem lehetett éjjel hazamenni a munkahelyről, szerintem ilyen nem volt, vagy nem lehetett elmenni bárhová. Ez viszont mindenkire kötelező érvényű volt, hogy a munkából hazamentél, maradj otthon. A szórakozó helyek régen zárva voltak, ez is evidens, volt egy szabály, betartották, megértették a lényegét, és kész. Mégse lehetett éjszaka kijárási tilalom most akkor volt kiárási tilalom éjszaka, vagy nem volt kiárási tilalom? Nem is lehetett kiárni az utcára. A normális emberek zöme alszik. Most a kiárási tilalom miatt nem lehetett kimenni az utcára, ami elvileg nem volt, és azért nem lehetett éjjel hazamenni, mert elvileg nem volt kiárási tilalom, de mégis volt kiárási tilalom. És ez a kiárási tilalom mégse kiárási tilalom, hanem az emberek aludtak és a szórakozó helyek eleve zárva voltak. És akkor Ö, azt mondja az illető a virológus szakembernek, hogy, hogy a, az, a virológusnak az a érvelésében logikai bukfencek vannak. Hát azt hiszem, hogy itt ezekbe az érvelésekben, amiket ő mond el, nem logikai bukfencek, hanem olyan hanyattesések vannak, hogy, hogy szinte döng a föld tőle, és szinte... Földrengés van az embereknek az elméjébe, akik ezeket a videókat meghallgatják, illetve ö, megpróbálják értelmezni. És ami még bozasztó nagy ö, ö, döbbenet volt, ami, ami kiváltott belőlem, tehát döbbenetet váltott ki belőlem, az, hogy ö, úgymond szakembereknek vagy ö, véleményalkotó, véleményformáló ország, véleményt formáló ö, embereknek a, a ö, beszédjébe micsoda nagy magabiztosság van, és hogy erre a, a beszélgetésre, amiről itt szó van, illetve aminek a linkjét majd megtaláljátok a, az én videóm alatt, hogy ö, elmondom nektek, hogy milyen, milyen megnyilvánulások voltak benne erről a nagy, nagy magabiztosságról. Ö, a, tehát ez nagyon sokszor elhangzott, hogy én nem mondom, hogy így van. Én is azon a véleményen vagyok, nem értem a terminológiát, nem mondom, hogy így van, nem értjük, mit akarnak, nem értjük, mit jelent ez, nem vagyok jogász, nem tudjuk pontosan, hogy mit jelent. Nem tudom, mi az oka, nem akarok spekulálni, tételezzük fel. Nem tudjuk egyébként, hogy mi számít járványnak, nem tudok igazságot tenni, nem vagyok egészségügyi szakértő, nincsenek szakértők az ügyön, van egy olyan érzésem, erre nincs bizonyítékom. Na most, hogyha egy, mondjuk egy félórás műsorban, sorra-sorra ez hangzik, hogy én nem értem, én nem tudok, én nem tudom, nem vagyok szakértő, nincs el bizonyítékom, tételezzük fel, ha lehet, hogy így van, de azért nem, mégse, de ha majd bekövetkezik, akkor majd fogjuk tudni, hogy mit kell tenni, majd akkor dönteni fogunk, de ez biztos arra utal, hogy, és akkor itt azt mondom, hogy ez nem csak egy konteó, hanem ez egy őrült nagy marhasság. Mert miért kell olyan embereknek leülni beszélgetni, akik nem szakértői a témának? És akkor elhangzik az, hogy hogy a, a WHO új javaslatának az egyik legveszélyesebb része, hogy benne van a félretájékoztatás elleni küzdelem. És itt, meg, és itt megjegyzi az egyik beszélgető, hogy akkor ilyen műsorokat nem lehet majd csinálni, mert esetleg dezinformáció mehet ki. A műsorvezető azt mondja rá, hogy reméljük, hogy lehet. Tehát értitek? Hogy a WHO javaslat egyik legveszélyesebb része, hogy benne van a félretájékoztatás, tehát dezinformáció elleni küzdelem, és akkor nem lehet ilyen műsorokat csinálni, mert esetleg dezinformáció mehet ki. Tehát maga a beszélgető mondja ezt, hogy az egész műsor egy egész nagy dezinformáció. És amikor a vírusszakértő azt mondta, hogy nem szakemberként ülnek itt, és nem, nem, értenek hozzá, akkor miért vitatkoznak olyan dologról, amire, amivel nem érte, nem értenek? akkor fel volt háborodva, de hogy, ő, hogy ők politikailag nézik, meg így, meg úgy, meg amúgy nézik. Ha egyszer valami egészségügy, akkor azt szerint nézik, és nem politikailag. És hogyha a WHO egy egészségügyi tanácsadó szervezet, akkor az, az egészségügyi dolgokat fogja nézni, nem azt, hogy egy közgazdász, egy politológus, egy történész, egy nem tudom én kicsoda, miről mit gondol meg, hogy filozófál dolgokon, és azért azt is nézzük már meg időnként, hogy azok, akik beszélgetnek, mondjuk milyen végzettséggel rendelkeznek, hogy van, akinek van 4-5-6 diplomája, egy csomó kitüntetése, egy csomó posztja, feladata, egyetemeken tanít és egyebek, és van, akinek van egy sima diplomája, ami már régi száz éves és elavult, és sehol nincs megfrissítve, innen-onnan mindenféle hülye csatornáról, meg mindenféle hülye információs oldalról összeszednek valóban dezinformációkat, amiket világák kürtölnek, és akkor azt hiszik, hogy, hogy ők a szenzáció, és ők majd ezzel értéket fognak átadni. És még ehhez kapcsolódik, hogy azok, akik be, itt ebben a műsorban beszélgetnek, ugye a, a politológus és a, a közgazdász, Nekik már volt egy korábbi videójuk, illetve volt már egy másik csatornán korábbi videók, és pont ott is ezzel a WHO kérdéssel foglalkoznak, meg a globalizációval, meg ezzel a nagy fenemúd, nagy uralni fognak bennünket felfogással. És ilyen párbeszéd folyik a két ember között, tehát a közgazdász meg a politológus között. Tehát a politológus mondja, hogy nagyjából egészében adatok bizonyítják, amerikai hivatalos adatok, majdnem hivatalos vélemény, hogy ez a vírus nem a vuháni laborból került, vagy ez a vírus a vuháni laborból került ki. De legyünk még egyszer konkrétak. Aztán azt is mondja, hogy a lehető legrosszabb állapot, hogy elbizonytalanítjuk az embereket, a vitákat nem mi folytassuk le, hanem valóban egy olyan csapat, amelyik hozzáért a viták, ö, ez a szakterülethez, és azt mondja, hogy most már persze nekünk leginkább a tényeket kell, azokat kell elmondanunk, amit nagyjából adatok bizonyítanak. Na most, ha nagyjából adatok bizonyítanak, akkor az nem tény. És azt mondja, hogy amerikai hivatalos, majdnem hivatalos vélemény, az FBI már elfogadja 99%-ban, hogy a vizsgálatuk szerint a vírus, és folytatja tovább. És ugye a beszélgető partnere a közgazdász pedig ő is elmondja a dolgokat, ami, ami szintén döbbenetes, hogy azt mondja, hogy én, mint nem orvos, te se vagy orvos, olyan vitának kellene zajlani, ahol ö, mi biztosak leszünk abban, hogy ami kiderül, az úgy van. Olyan nem maradhatna, hogy a tudomány és az információ jelenlegi állapotában, hogy zajlik egy vita, és nem tudjuk, hogy kinek van igaza. Mi, mint ehhez nem értő emberek, hitből kell, hogy éljünk. Be kellene a tudósokat zárni egy szobába, és addig ne jöjjenek ki, míg meg nem egyeznek. De ott tényleg csak tudományos alapon ö, legyenek, mert össze-vissza beszélünk. Elbizonytalanítanak bennünket. Azt se tudjuk, hogy Wuhanból került-e ki a vírus, vagy nem. És ugye mondja a politológus, hogy tényleg nem tudjuk, hogy viha, Wuhanból kerültek ki a vírus, vagy, vagy a tobzoskától, még ez sem biztos, és a, a, közgazdász mondja, hogy még az sem biztos, hogy ez mesterséges, vagy természetes vírus, holott mindegyikre nagyon komoly bizonyítékok vannak. Tehát megáll az eszemettől a, a kettős, ambivalens, kettős kötésű, teljesen ellenmondásos beszédtől, hogy, hogy még az sem biztos, de nagyon komoly bizonyítékok vannak rá. Aztán azt mondja a közgazdász, hogy nem állítjuk, hogy az igazságot megtaláltuk konkrétan. Azok tudják megoldani a problémát, akik szellemileg látnak. Tehát akkor nem a tudósok, meg nem a tények, meg nem a vizsgálatok, hanem akik szellemileg látnak valamit. Persze most megijedünk egy kicsit. De fel kell szívni magunkat, ne féljünk, majd hogyha meg kell oldani a problémát, akkor megoldjuk. És mire szívjuk fel magunkat, arra kell felszívni magunkat, hogy olyan ö, gyerekeket neveljünk, hogy ők lesznek majd azok a jövő harcosai, akik erőt igazságot akarnak keresni a cselekvéshez. És. Ö, tehát ez is egy olyan bődületes nagy, majdnem azt mondtam, hogy ökörség, mert, mert a lehető legnagyobb ellenmondásokat vélem felfedezni ezekbe a megnyilvánulásokba, mert ugye ez, ami elhangzott, hogy, hogy, hogy a tisztánlátásnak, hogy azért kell a mostani nemzedéknek aktívnak lenni, meg harcosnak lenni, mert hogy hogy majd a gyermekeink is keressék az igazságot, meg átadjuk az értékeket, és azt mondja, hogy de mi jobb világot akarunk adni a gyermekeinknek, még most akarunk jobb világot. Mert mi még aktív nemzedék vagyunk. Helyettük kell megvívni az ő harcukat, mert ők maga tehetetlenek. Érzitek ezt a ö, bozasztó nagy. Ö, egoista, narcisztikus önkisajátítást, hogy csak mi, mi tudjuk. De nem tudunk, nem vagyunk szakemberek, nem tudunk szakvéleményt adni, nem tudunk egyértelmű állást foglalni, nem tudjuk, hogy mi van, nem tudjuk, hogy hogy van, össze-vissza beszélünk, a magunk igazát akarjuk érvényesíteni, nem vagyunk szolidárisak, de ugyanakkor értékeket akarunk átadni, ezek az értékek, tulajdonképpen az önzésen alapulnak, mert minden a pénz körül, a vagyon körül forog, meg hogy hogy veszik ki a zsebünkből a pénzt, ezt, ezt adjuk át, ezt akarják ezek az emberek átadni a, a következő nemzedéknek, és akkor azt mondja, hogy családalapító anyák, apák, nagyapák és nagyanyák nevében beszélek. Tehát az én nevemben ne beszéljen senki. Majd amit én akarok, azt elmondom, és én nem azt mondanám, amit ők, illetve nem azt mondom, amit például ez az úriember is mond, hogy, hogy majd, tehát a maga tehetetlen gyermek helyett majd én megvívom a harcot. Mert majd amikor ő felnő, és oda kerül, és élni fogja a, az életét, és a világ majd ott, ott lesz, akkor majd ő fogja alakítani. De én nem vívhatok helyette most harcot, hogy majd 20-30 év múlva, hogy lesz meg, akkor majd ők mit akarnak. Mert ez pont annak a becsontosítása, bemerevítése, bebetonozása, hogy ahogy mi mondjuk, mert mi aktív nemzedék vagyunk. Nem tudom, miért van nagyon elszállva ez az X generáció, pedig én is az vagyok. Miért van ennyire elszállva ettől a nagy magabiztosságtól, hogy de ez tudja, ahogy mi. És akkor más videókban meg el van mondva, hogy elveszítettük a hitelességünket, meg ilyen gyalázatos, meg olyan gyalázatos nemzedék vagyunk, meg, meg nem tudunk hatni a fiatalokra, meg nem hallgatnak ránk. meg. És akkor jön, jön ilyen, jönnek ilyen beszédekkel, hogy megvívjuk a gyerek helyett a harcot. És akkor a másik megnyilvánulásban, hogy hogy nem olyan világ lesz, amilyen technológiát, infrastruktúrát, gazdaságot, építünk, törvényt hozunk, hanem olyan, amilyen gyerekeket nevelünk. Tehát akkor, amit most, amiért most úgymond az X generáció harcol, meg, meg megvívja a gyerek helyett a, a harcát, az úgyse fog megmaradni. Hát ugyanaz a közgazdász mondja, hogy nem olyan világ lesz, amilyen technológiát, infrastruktúrát, gazdaságot építünk, törvényt hozunk, hanem olyan, amilyen gyerekeket nevelünk. Tehát teljes önellenmondásban van, teljes ambivalenciában van a saját felfogásával, és ez, 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 ezek olyan dolgok, amik, amiket sok ember szajkóz és mondja, és, és látom a, a hozzászólásokban, a, a véleménynyilvánításokban, hogy, hogy ezek olyan nagy fenkő dolgoknak tűnnek, holott olyan őrületes bődültségek és maraságok, ami, aminél azt mondom, hogy, hogy hát. Ha nem X, X generációs lennék, hanem Z vagy Y, biztos, hogy én se keresném a, a kapcsolatot. És e, igazából most ezek az emberek, például akik ezen a beszélgetésen e, ott voltak, ők miért félnek attól, hogy mondjuk a, a WHO változtatni akar dolgokon? Hogyha egyszer úgyis olyan világ lesz, amilyen gyermekeket nevelünk, akkor csak úgy felteszem a kérdést, akkor a WHO kezében van a jövő? Vagy a mi kezünkben van a jövő a gyerekneveléssel? Ha mi kezünkben van a jövő a gyerekneveléssel, akkor miért, a, miért félnek a WHO-nak a, a javaslattervezetétől? Ha pedig nem tudjuk úgy nevelni a gyereket, hogy, hogy jó, jövő, jó jövője legyen, ha nem tudunk megfelelő értékeket átadni, akkor meg teljesen mindegy, hogy most ö, a illetve nem mindegy, hogy mit tesz a, milyen javaslatot tesz a WHO, mert ő legalább normális javaslatot tesz, de azok, akik önzőek, maguknak valók, nem szolidárisak, azt mondják a saját nemzedékükről, hogy gyalázatosak, meg érzelmileg fogyatékosok, hogy nem hiszem már, hogy olyan túl jó generációt, vagy olyan nagyon-nagyon olyan, olyan jó utónemzedéket tudna nevelni, vagy olyan nagy értékeket tudna átadni. Azt mondja, hogy jó erkölcsű emberek jó új nemzedéket hoznak létre. Viszont a fiatalokból erőtörik a, a bunkóság, a súlyerákság, a neveletlenség, az olvasatlanság, a teljékozatlanság. Nem képesek összetett mondatokat értelmezni, csak filmeket, meg marhaságokat néznek. Hát akkor azok, akik ezt tapasztalják, hogy a, fiatalok bunkók, meg sütyerákok, meg, meg, neveletlen, meg olvasatlan, meg tájékozatlan, akkor csak annak járjon már a szája, akinek, aki ilyen nemzedéket nevelt, aki ilyen fiatalokat nevelt. És hagyja meg az örömöt, meg az elégedettséget annak, aki olyan nemzedéket, vagy olyan utódokat nevelt, akinek tényleg van jó erkölcse, családja, boldogsága, munkája, kiteljesedése, Anyagi ö, megélhetése, ötletei, tervei, megval, meg tudja valósítani, és örül az életnek. És, és odafigyel arra, hogy, hogy ne a téveszmék kerüljenek hozzá. És itt pontosan ez a legnagyobb baj, hogy, hogy nagyon sokan azért a, tehát a, akik be akarják konzerválni, be akarják betonozni a régi elveket, azok azért akarják, hogy ne derüljön ki hogy, hogy a, a, korábbi nemzedékek mit tettek azért, hogy most a világ ilyen. Mit tettek azért, hogy mondjuk van, jönnek ezek a vírusok, vagy, vagy, vagy olyan a föld, amilyen a föld, vagy, vagy úgy élnek emberek, ahogy élnek. Ezekről nem a most születő kis csecsemők tehetnek, meg nem azok, akik ez, ezután fognak születni. De nem is azok, akik most 20, husz, 20 pár évesek. Mert ez a föld már akkor el volt szarva, amikor ők megszülettek. A privatizáció, a magánszektor, a, 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 a magánpénzek bezsebelése, a, a, a nem de, a demokratikus dolgoknak a véghezvitele, a, az önzőség, a kapitalizmus, a profit, ez már mind, mind lezajlott, addig, míg mondjuk az Y vagy az Z e generáció megszületett. Már az X-esek ezt adják tovább, meg az előtte lévő generáció is ezt adja tovább. Nem a, az Y meg az Z e generáció az, aki... Kérte, hogy ö, ö, esetleg egész nap reggel fél nyolcra már az iskolába legyen, és délután négy óra öt óra, mire elmehet onnan. Nem kérték ezek a fiatalok. Az X eset találták ki, hogy így kell iskolába járni, hogy három évesen már be kell nyomna a gyereket a, a, az óvodába, mert kötelező a, a nem tudom én micsoda. Nem a gyerek találta, ki, a gyerek még örömmel maradna otthon. Hat éves koráig nyugodtan maradhatna otthon. De ez a sok marhaság, ezt mind a korábbi nemzedék találta ki. Igen, nem, de akkor a korábbi nemzedék a felelős. És mit mond ez a, a közgazdász? Azt mondja, hogy ugye, tehát hogy, hogy fel kell szívni magunkat abba, hogy a következő generáció, meg hogy hogy mit adunk át a, a következő nemzedéknek, és akkor ugye, hogy ilyenek, hogy felelősségvállalásban, értékképviseletben ö, tudjunk olyan emberré válni, akik értékesek, és akkor ezt majd fogják látni a fiatalok, és akkor tovább visszük. Hol látunk ma felelősségvállalást? Hol látjuk azt, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj gyermekem, tényleg én voltam a -e hibás, mert esetleg bipoláris zavarod van, vagy borderline vagy, vagy narcisztikus vagy, vagy nem tudom én milyen személyiség zavarod van. Mindenki hárít mindenhová, és most a, 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 a úgymond olyan bűnbakokat találtak, akikhez a, a közvetlenül a pórnépa, a, az átlag emberek nem jutnak el, megtalálták a WHO-t, a, a világgazdasági fórumot, megtalálták Greta Thunberget, megtalálták Klaus Schwabot, egy pár olyan embert, akik most mondjuk azt, hogy magasról leszarják azt, hogy az ilyen kis ö, piti embereknek mi a véleménye, véleményük ról, róluk. Mert ezek olyan emberek, akiknek van mit letenni az asztalra pozitív irányba. És olyan emberek, akik tényleg vállalják a felelősséget, akik tényleg kiteszik az asztalra a véleményüket, akik tényleg azt mondják, hogy az egész világ vitassa meg. Nem az, hogy itt kis-kis eldugott, kis valamikbe filozófálunk, és akkor olyan beszéljük a hülyességeket, meg nem értünk hozzá, meg nem tudjuk, meg, 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 kikérjük magunknak, hogy a, a szakértő az, az ellenünk mond, mert akkor ellehetetlenít. Tehát ezek ezek mind olyan dolgok, ami mind arra utal, hogy itt nincs értékképviselet, nincs felelősségvállalás. Itt csak elmélkedés van, bohóckodás van, meddővita van, semmi értelme ezekre a, a dolgokra iszonyatos pénzeket elkölteni, hogy, 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 mondjuk ilyen beszélgetések legyenek, meg ilyen, ilyen műsorok legyenek. És ami még az értékeltadáshoz, ami még szerintem nagyon fontos, hogy, hogy majd figyeljetek rá, amikor megnézitek a, a, ezt a beszélgetést, hogy, hogy milyen értéke van annak az embernek például, aki azt mondja, hogy. Tehát ugye a Covid vírusról van szó, meg hogy az ő felfogása szerint, hogy az influenza vírus van felruházva, ilyen meg olyan, nem tudom én mikkel, ami ugye téves. És azt mondja, hogy azt megértem, hogy fegyvert gyanánt be lehet vetni egy ilyen vírust. Megértem. Aztán azt mondja, hogy bevetem egy bizonyos helyen, ahol én akarom, tudom, hogy itt vetettem be, ennyi ideig tart, Utána le tudom zárni, kontroll alatt tudom tartani. Tehát azt mondja, hogy megérti, hogyha egy ilyen vírust fegyverként használnak. És akkor veti be, amikor ő akarja. Hát nagyon nem szeretném, hogyha a WHO ö, javaslattevő bizottságába benne lenne ez az élető, és nagyon nem szeretném, hogyha mondjuk olyan emberek kezébe van tehát prób, az olyan emberek próbálják átformálni a, a közvéleményt, akik azt mondják, hogy megértem, hogy fegyverként használom a vírus, és bevetem, és ott ahol én akarom, és akkor, amikor már nem akarom, akkor majd majd utána lezárom és kontroll tudok felettet tartani. Tehát ezek a szavak, amik elhangzanak, ezek a, ez a kontroll, ez a hatalom, a, az erő, a pénz, a az egyebek, ez mind olyan értékképviseletre val, amit nem jó, ha átadunk a következő nemzedéknek. Nagyon nem jó. És ugye, amikor arról volt szó, hogy, hogy ha a, tehát ugye a WHO-nak a legnagyobb veszélye, hogy a félrettájékoztatás elleni küzdelem, és hogy, hogy akkor majdnem lehet ilyen műsorokat ö, ö, csinálni. Igazából ez az egész beszélgetés, ez úgy van lezárva, hogy ö, ö, azt mondja a műsorvezető, hogy olyan emberekkel, tehát mondja a három, mert ugye van a vi virológus, van egy... Ö, Hát én civilnek mondom, van egy politológus és van egy közgazdász, és azt mondja a, 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 a virológuson kívül a másik három embernek, hogy olyan emberrel beszélgethettetek, aki birtokában van a tényeknek. És nagyon fontos, hogy akkor, amikor a világunkat egyre inkább a vélemények hírek határozzák meg, akkor nagyon jó lenne. Hogy visszatérnének a tények, mint, ö, ö, mint hírek, és maguk a tények lennének azok, amik előrébb juttatnának bennünket. Tehát maga a műsorvezető mondja azt, hogy egy szakember volt ott közöttük, az ötőjükből egy szakember volt. És sajnos azt láttam a kommentek alatt, hogy, és a komment szekcióban, hogy, hogy iszonyatos mennyiségű trágárságot hordtak rá a, a vírusszakértőre. Iszonyatos mennyiséget, függetlenül attól, hogy most a maga a vakcinázás, meg az egész oltási törvénykezés, ez nem a vírusszakértő kezébe volt, ez más embereknek a kezébe volt, mások hoztak róla. Törvényt mások határozták meg, hogy, hogy legyenek a dolgok, és azok az emberek, akik ezt a rengeteg ocsmány dolgot rázudítják a rusvaira, én úgy gondolom, hogy ugyanolyan gyönyörű értékeket adnak át a következő nemzedéknek, mint ami itt ebben a videóban is elhangzott. És a, a, az ellenmondásokhoz még hozzátartozik itt az is, hogy ugye szó van itt az egész ö, ö, vírusos vakcinázásról, meg a gyártókról, meg mindenféle ö, dolgokról, és akkor ugye elhangzik ez, hogy hogy kiperelték a, a fizelnek a, a különféle iratait a bíróság által, hogy bele tudjanak nézni, és akkor ugye el, elhangzik az, hogy Valószínűleg a Pfizer az csődbe fog menni, eltűnik a vagyona, de majd csinálnak egy másikat. Aztán ö, ö, utána az hangzik el, hogy ö, hogy a Pfizer meg a Moderna teljesen kivonult immunisá, jogilag immunisá tette magát, tehát semmilyen felelősséget nem vállal, hogy a, a vakcináknak milyen mellékhatása van. Most akkor kivonult, tehát most nem lehet őket felelősségre vonni, vagy felelősségre lehet vonni. Tönkre fog menni, vagy nem fog tönkre menni. Tehát még csak ilyen kérdésekbe se tudnak egyeztetni, vagy egy véleményt mondani, hanem ez a, ez a, légből kapott innen, onnan, ezt mondják, azt mondják, ilyen oldalról, olyan csatornáról, tíz perces műsorba hallottam, ahol nagyon kemény volt, volt a, a riporter, és így, és úgy, és amúgy, és nagyon sok olyan emberre van hivatkozás, akik ö, szintén nem szakemberek, tehát ö, mondanak itt nekünk neveket, meg helyeket, meg dolgokat, meg riportokat, meg, meg ö, online ö, hírportálokat. De ezt nem teszik hozzá, hogy azok a hírportálok is rengeteget ferdítenek, rengeteg hazugság van benne, is. és nagyon sok csak a saját, véleményét mondja el, vagy közvetíti azt, annak a véleményét, akivel éppen a riportot készíti. Én szeretettel ajánlom mindenkinek, van egy nagyon jó magyarországi online oldal, lakmus.hu, hogy ezen rengeteg olyan dolog van, amiben tényfeltáró cikkek vannak, ott vannak a források is mindenhol, mindennek utána lehet nézni, és van a Friderikusnak egy műsora, szintén ezekkel a dezinformációs dolgokkal kapcsolatban. A Lakmusnak az alapítója beszélget Friderikus Sándorral. Ezt ezt, is, ezt a videót is nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, mert nagyon-nagyon tanulságos, hogy mennyi félrevezetés, és mennyi, mennyi hazugság, mennyi álhír, dezinformáció van ami kering csak itt Magyarországon, és nagyon egyszerű dolog lenne megkeresni az eredetit, belenézni, elolvasni, magunknak értelmezni, és akkor nem lehetne ennyi bődültséggel félrevezetni bennünket, és nem lehetne olyan blabla szöveget eladni, hogy azért terjed a Covid vírus éjjel jobban mert, és jön hozzá egy, egy óriási zagyvasság. Tehát még egyszer mondom, a lakmus.hu hírportálon rengeteg eredeti információ van, nagyon sok minden után, utána jártak, tényleg nagyon korrekt oldalnak találtam, és a, a Friderikus Sándornak is a riportja a lakmusnak a alapítójával, létrehozójával ezt a videót is nagyon szívesen ajánlom nektek. Köszönöm, hogy velem voltatok, és szeretettel ajánlom mindenkinek a Life Numbers tagságot, hogyha szeretnéd tudni, hogy igazából mi az, ami az életedet vezérli, mi az, ami meghatározza a gondolkozásmódodat, vagy miért, miért vezetnek félre, miért tudnak félrevezetni ezek a dezinformációs hírportálok vagy videók, akkor ajánlom, hogy... Csináltas vagy kérj egy életutelemzést, ha szeretnéd önállóan megcsinálni, erre is lehetőség van. Háromféle tagság közül választhatsz, egy autodidakta tagsági rész, egy egyéni életút és egy családi életút közül választhatsz. Az autodidakta résznél, a karaktereknél megkapod a PDF anyagot, és magadnak elvégzed az elemzést, a másik kettőnél pedig én végzem el, és akkor onnan tudod, tehát az elkészített videóból, illetve az elküldött anyagból tudod a tudásodat még jobban mélyíteni. Köszönöm, hogy velem voltál, szia, legyen szép napod!